az MSZP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak a Microsoft botrányból címmel. Öni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszterelnök úr. Ezt ön is bizonyára tudja a Microsoft botrány részleteiről, most már tényszerűen és egész sok mindent lehet tudni, no nem azért, mert itt Magyarországon a hatóságok vagy a kormány tett volna bármit, hanem azért, mert az Egyesült Államokban lezajlott egy vizsgálat, ami világosan megállapította, hogy 13 és 15 között az ön kormánya alatt a Microsoft indokolatlanul nagy kedvezményekkel adott el licenszeket és szervizszerződéseket olyan közvetítő cégeknek, amelyek ezután már piaci áron értékesítették azokat a kormányzati intézmények felé, többek között az adóhatóságnak és a rendőrségnek is. Egy vizsgálóbizottság létjogosultságát pedig minél jobban alátámasztja az a tény, hogy később kiderült, nem csak ezek a szervek, hanem az igazságügyi minisztérium és maga a legfőbb ügyészség is, aki idomos lenne ezt a helyzetet kivizsgálni, érintett a botrányban. Szeptember 1-én ezt a vizsgálóbizottsági kezdeményezést be is adtam, le is adtuk, és a teljes ellenzék csatlakozott hozzá, azóta várjuk, hogy a ház valamit lépjen rá, bár eddig még nem történt meg. Miért is lenne ez fontos, miniszterelnök úr? Egyrészt azért, mert az itt teremben ülő Polt Péter ügyészsége kiderült 2018-ban már egy feljelentést eltusolt, elutasított, amíg a világ sajtót és a magyar sajtót be nem járta az Egyesült Államok tőzsde felügyeletének eredménye, addig a magyar ügyészség hozta a formáját, és ebben az ügyben nem látott semmi problémát. Azért is kéne, mert az Egyesült Államok vizsgálata egészen komoly tényeket állapított meg, és többek között azt is, miniszterelnök úr, egy levelezést bemutatva, ami azt állítja, hogy magyarországi Microsoft alkalmazott gépéről származik ez az e-mail, hogy önnél személyesen is egyeztetve volt, tehát önig bezárólag a teljes magyar kormány tudott erről a gazemberségről, erről az ügyletről. Szeretnénk kérdezni miniszterelnök urat, és még egy utolsó gyorsan, a Kehi elnöke nekem azt írta a válaszában, miniszterelnök úr, hogy azért nincs Kehi vizsgálat, mert ön nem rendelt el ilyet. Tehát két kérdésem van, elrendeli-e ezt a Kehi vizsgálatot, hogy a pénzeket visszaszerezzék, és a Fidesz frakció fogja támogatni, hogy vizsgálóbizottságot állítsunk föl. Bárom válaszát. Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért nem rendelek el Kehi vizsgálatot, mert büntetőjárás van folyamatban. És azt kizárja a törvény. A második megállapítása, amit tudok tenni, hogy vizsgálóbizottság ügyben aszerint járunk el, ahogy az önök képviselői ezt indítványozták. Folyamatban lévő büntetőjárásban nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni. Ez az önök indítványa volt. Ne rajtam kérjék számon. Ami azonban a konkrét ügyet illeti. A következő a helyzet, hogy a magyar kormány korábban is és most is azt az álláspontot képviseli, hogy mi minden szoftvergyártó cégtől közvetlenül szeretnénk vásárolni. Semmilyen közvetítőre, közbejött harmadik szereplőre semmilyen szükségünk nincsen. A probléma az, hogy az amerikaiak ragaszkodnak hozzá. Tehát a Microsoft nem hajlandó közvetlenül senkinek, a magyar államnak sem hajlandó eladni a termékeit. Csak közvetítőkön keresztül. Ez egy amerikai probléma. Ezért a ide vonatkozó visszaélések és szabályozások is az amerikaiakra tartoznak. Tehát nekünk nem kell semmilyen harmadik közreműködő. Mi készen állunk arra, hogy mindenfajta közvetítők nélkül szerezzük be a szoftvereket. Ha az eladó erre hajlandó. Sajnálom, hogy a Microsoft nem hajlandó erre. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, miniszterelnök úr. Hát ne bújjon az amerikaiak szoknyája mögé, hogyha ezt lehet így mondani, mert hogy ez az ügylet ez lezajlott, miniszterelnök úr, az önkormánya alatt zajlott le. A harmadik közvetítő cégnek az Egyesült Államok nem írta elő, hogy lopja el a magyar közpénzt, miniszterelnök úr. Az Egyesült Államok és annak kormánya, vagy bármelyik cége nem bízta meg az ügyletben szereplő embereket néhány évvel később különböző nagyon fontos kormányzati megbízásokkal, ahelyett, hogy egyébként valamilyen más intézménynek a vendégszeretetét élveznék. Gondolok itt a büntetés végrehajtásra elsősorban. Ön is tudja, mindenki tudja, hogy az ügy kulcsszereplői azok után nem, hogy lapulevelet kaptak, hanem zsíros állami megbízásokat, illetve zsíros állami pozíciókat az ön kormányától. Senki nem kérte, hogy lopjanak. Én azt kérdeztem, miniszterelnök úr, hogy ön zavarja-e,
hogy teljesen tényszerűen bebizonyosodott, hogy ezt a pénzt ellopták. Ha zavarja, mit tesz azért, hogy visszaszerezze a pénzt, és kérem, ne bújjon a büntetőeljárás vizsgálata mögé, mert számtalan olyan körülmény van ebben az ügyben, politikai szál, ami nem a büntetőeljárásra vonatkozik, hanem ide a Magyarország gyűlés színe elé. Várom. Köszönöm. A viszontválasz megilleti a miniszterelnök urat is. Szeretném megismételni még egyszer. Tehát a helyzet az, hogy a magyar kormány működtet digitális rendszereket. Ezeknek egy részét csak a Microsoft termékeinek a segítségével tudjuk működtetni. Ezeket időnként meg kell vásárolni és frissíteni kell. Mi szeretnénk a Microsofttól közvetlenül vásárolni. A Microsoft erre nem hajlandó. Ezért Magyarország közbeszerzéseket ír ki, és a közbeszerzéseken szabályosan lefolytatott közbeszerzések ezeket beszerzik. Ha itt valamilyen visszaélés történik, akkor pedig büntetőeljárás indul. Most a legfőbb ügyész úgy döntött, hogy az amerikai kérésére indít egy büntetőeljárást. Mi is várjuk az eredményt. Köszönöm szépen.